Június 27-e a komoly. Mai igénk János Apostol első levele, első részének kilencedik verse. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosságtól. A szentírás erőteljes teljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a bűn bocsánatot is. Ézsaiás könyvében olvassuk. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. A szél szétkergeti a felhőket, s nem lehet őket többé visszahozni vagy összerakni. Ugyanígy a megbocsátott bűnöket sem. Mikeás könyvében olvassuk. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Isten, ha megbocsátott, nem haragszik többé. Abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra meg újra számíthatunk irgalmára. Eltapossa bűneinket, mint egy félget. A tenger mélyére dobja, és többé nem hivatkozik rájuk. A zsoltában pedig ezt olvassuk, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Mindez pedig azért lehetséges, mert Isten Jézust sújtotta minnyájunk bűnéért. Aki ezt hittel komolyan veszi, azt tudja érvényesnek tekinteni a kapott bocsánatot, és nem a további könnyelmű vétkezéssel szabadítja fel, hanem megtölti a szívét soha el nem fogyó hálával. Az ilyen ember Jézus Krisztus bűneinkért bemutatott engesztelő áldozatára az egész életét meghatározó hála áldozattal válaszol. Kálvi János szavaival, szívemet, égő áldozatul neked ajánlom, uram.